Az áramfejlesztő aggregátorokat, tűzoltó tömlőket, motorfűrészeket és sisakokat veszik át jelképesen az önkéntes tűzoltók a nyíregyházi laktanya udvarán. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén 100 millió forint értékű pályázatot írt ki ilyen jellegű eszközbeszerzésekre. A legutóbbi kiírásban pedig több mint 28 millió forint értékben kaptak szak- és védőfelszereléseket a szabolcsi mentőszervezetek. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője szerint évről évre növekszik az az összeg, amelyet az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására fordítanak. 2010-ben, ha még jó emlékszünk rá, akkor 120 millió forint volt országos szinten arra, hogy az önkénteseket támogassuk, aztán az az összeg egyre emelkedett az évek során 300 millió, 500 millióra, ma már 600 millió forint volt országosan arra, hogy az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületeket tudják támogatni. Nagyon fontos az, amikor van egy önkéntes mozgalom, és az állampolgárok komolyan gondolják azt, hogy a többi állampolgáron akarnak segíteni, akkor ez a megfelelő eszközöket is tudjuk biztosítani. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 20, míg az önkéntes mentőszervezetek 8,5 millió forintot kaptak. Ebből az összegből védőfelszereléseket, valamint tömlőket, szivattyúkat, csónakmotort, halradart és búváruhát szereztek be, valamint oktatási és üzemanyag költségeket számolhatnak el. A megyében 2014 óta nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntesség előmozdítására, így először a Nyír mentőcsoport, mint megyei szervezet, azt követően pedig járási mentőcsoportok kerültek létrehozásra, illetve ennek a munkának a folytatásaként a 15 és 16-os években települési mentőcsoportok vesznek részt a feladatokban. Ennek az a sajátosság, hogy ők önkéntesen saját idejük, szabadidejük és akár anyagi ráfordításuk terhére is vállaltak segítséget annak érdekében, hogy embertársaikon, illetve a lakókon, a környezetükben tartózkodókon segítsenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 32 önkéntes tűzoltó egyesület működik, a polgári védelmi területen pedig egy megyei 13 járási és 97 települési szintű önkéntes mentőcsoport lát el, elsősorban ár- és belvízvédelmi feladatokat.